tudományos fantasztikus irodalom egyik klasszikusát szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Nekem mostanában került a kezembe, hiszen újra kiadták ezt a művet, Arkagyi és Boris Strugacki-nak a Nehéz Istennek Lenni című könyvét. Furcsa azt gondolni, hogy egy ilyen fantasztikus könyv, ami ráadásul 2100-as évek után játszódik, az nem elsősorban arról szól, hogy itt űrutazás van, hogy mindenféle kalandok történnek a bolygó körül. Egy felfedezett bolygóra utazóként mennek el a Földre olyan tudósok, akiket delegálnak. Ráadásul Oroszországból, tehát furcsa rá leelni ezekre a megnevezésekre, amikor orosz nevekkel találkozunk és elvtársnak szólítják egymás között magukat, de egy tudományos kísérlet zajlik ezen a bolygón, mégpedig középkori jellegű feudális társadalom keretében lényegében azokkal az ott élő emberekkel kísérleteznek. No persze nem úgy, hogy mindenféle kényszerű helyzetekbe sodorják őket, hanem egyszerűen külső szemlélőként figyelik azt, hogy hogyan alakul, hogyan változik a társadalom szerkezete, és ők jelen vannak ebben, benne élnek, úgy, mint hercegek, mint bárók, mindenféle fegyverekkel felszerelkezve és mindenféle gyógyszerekkel ellátva, és közben tanulmányozzák azokat az embereket, akik ezt a társadalmat alakítják. Tehát nem egy hagyományos kalandos sci-fi történetről van szó, sokkal inkább egyfajta társadalom történeti kísérletnek a leírásáról van szó, ami akkoriban, amikor megjelent, nagyon komoly vitákat váltott ki Szovjetunióban. Most is érdemes még elolvasni, elsősorban mondjuk, aki a fantazit szereti, de nem a kalandos fantazikra, meg a nagy csatákra kell itt gondolni, bár vannak benne kétségtelenül csatajelenetek is, és harcok is folynak benne, hanem inkább azt, hogy milyen gondolatokat ébreszt, és hogy vajon valóban mivé válhat egy társadalom, hogyha ilyen irányban motiválják.